Mit tudtam a Felvidékről a kirándulás előtt? Élnek ott magyar emberek, akik elszakadtak az országtól. Mit tudtam meg a Felvidékről a kiránduláson? Deregnyő a magyar nyelvhatár. Megismertük azokat a helyeket, amelyek még régen Magyarországhoz tartoztak. Mit láttam a Felvidéken? Templomokat, várakat, sírokat, iskolát. Mit adok át az élményemből? Elmesélem, hogy hol jártunk, mit láttunk, milyen kalandokat éltünk át. Szlovákiai magyar lakta településekre látogatott a tavasz folyamán a Bocskai István Általános Iskola és AMI 7. évfolyamos diákjainak két csoportja. Az emlékezetes kirándulások a 2010-ben létrehozott Határtalanul elnevezési program segítségével valósulhattak meg a Derecskei Intézmény sikeres pályázatainak köszönhetően. Az ez évi projekt záró rendezvényére május 4-én a polgármesteri hivatal tanács termében került sor a Kék Kálló televízió kamerájának jelenlétében. Sírva veszik ő most szegény Magyarország, mert tőle távozik hangosság, vigasság, belőle kikere sok fényes gazdagság, és fogságba esik egy néhány uroság. Köszönjük mindenkit ezen a délutánon, ahol a Határtalanul programban résztvevők záró délutánja következik. Összegezzük a látottakat, élménybeszámolót fogunk tartani. Remélem, hogy mindenki jól érzi magát, és az eddigi ismereteiteket fogjátok a ma délután felhasználni. Csapatokban, most itt az első részében csapatokban fogtok dolgozni, és hát csapjunk a lovak közé, mondom is rögtön az első feladatot. Azért ültetek csapatokba, mert a füzet végénél, a kis füzet tudjátok, amit 4 napon keresztül folyamatosan töltöttetek, a füzet végén utolsó lapján van egy ilyen, hogy lezáró rész. Szeretném, hogyha kinyitná a csapatvezető, illetve 2 ember a csapatból ezt a füzetet. Lezáró rész. Megvan mindenkinek? És csapatonként jó lenne, illetve a feladat az, hogy összegyűjtöd azokat a tudás elemeket, amelyeket a kirándulás előtt Felvidékről tudtál, aztán kiránduláson mit ismertél meg a Felvidékről, mit láttál a Felvidéken, és mit adok át az élményeimből akár társaimnak, akár szüleimnek, akár bármilyen ismerősömnek. Tehát rövid kis összegzés szeretném, hogyha a csapatok ide most az elkövetkezendő 10 percben, 15 percben, 15 percben megtenni. Jó munkát kívánok! Azt a tanárnőt, aki beszélni fog, azt segít. Kurcino Csabani, Smerek Gabriella. És melyik 7. az osztály felé? 7. A. Nagyon szépen. Vége van mind a 2 Határtalanul című programnak, ennek most a záró foglalkozását látjuk, a 2. csoport záró foglalkozásán vagyunk. Ennek a csoportnak április 13-16-a között volt a kirándulás, és ennek a délutánunknak most az a célja, hogy felelevenítsük az ott szerzett tudást, és mi szerezzünk egy visszacsatolást arról, hogy mit tanultak, mit jegyeztek meg az ott látottakból. Ma délután első feladata, itt egy feladatmegoldás, csapatokba oldják meg a gyerekek, hogy a kirándulás előtt mit tudtak a Felvidékről, és a kiránduláson mit ismertek meg, illetve most mennyi maradt meg bennük, és mindezt így papír formában leírják, és majd elő fogják adni. Kíváncsi vagyunk tulajdonképpen arra, hogy mennyi ragadt meg bennük a kirándulásról.
Aztán a második részében egy élménybeszámoló lesz, minden osztály elkészítette a maga kis élménybeszámolóját, ezt egy PowerPoint-os előadásban fogjuk látni, és a harmadik záró rész pedig egy közös éneklés lesz, a kirándulás alatt született egy ének, és azt szeretnénk előadni. Ezek a munkafüzetek a kirándulás előtt készültek, és a kirándulás témáját foglalják fel, vagy ölelik át, és olyan feladatok vannak benne, amelyek a kirándulással kapcsolatosak, mit tudom én, rajzolni kell Rákóczi címert, vagy saját címert kell megrajzolni, fogalmazást írni a Rákóczi családnak a valamilyen szempont alapján megadott élet részéből, tehát ilyen apró kis feladatok vannak benne. A feladatokat a csapatonként oldják meg, ezek a csapatok a kirándulás első órájában, vagy az első 10 percében jöttek létre. A buszon alkottuk meg végül spontán, tehát van egy rendszer, és most nem árulom el ezt a rendszer, de egy rendszer szerint állítottuk őket egy csapatba, teljesen vegyes csapatok, tehát nincsen se osztály, semmiféle megkülönböztetés, hanem véletlenszerűen jöttek össze a csapatok. Deregnyőn volt a szállásunk, aztán Kassán, nagykaposi iskolába látogattunk el, aztán olyan kis apró falvakban voltunk, hogy sokszor nekem leleszem voltunk, aztán Dobó-Ruszkán jártunk, nagyon élménydús és nagyon tartalmas programon vettünk részt a 4 nap alatt. Jól éreztük magunkat mindannyian. Remélem a gyerekek is, de biztos, hogy nagy sok élménnyel tértek vissza, már az útról mondták, hogy igen, jól érezték magukat. Sőt, volt egy-kettő gyerek, aki az iskolán beli látogatás, mert hogy voltunk iskolát látogatni, az iskola beli látogatás után mondták, hogy jó, hát maradjunk még, mert hogy olyan jó. Reméljük, hogy lesz folytatás. Itt a megítón is mondtuk, hogy ez már a harmadik ilyen csapat, aki a Határtalanok programban részt vett. Csehszlovák köztársaság. Van, volt, régen, nem? Írjuk, az volt. Én csak tudom. Csehszlovák köztársaságban volt. Nem úgy volt, a Csehszlovák. 14 éves. Csak tudom. Kérdőd ott volna? Másodikban semmi. Ma élményeink az volt, hogy elvittek minket. Az először meg jó volt. Mit tudtam meg a Felvidékről a kirándulás előtt? Nagy hegyei vannak, szép tájai, és sok kicsi faluból áll. Sok híres vára és váromjai van. Mit tudtam meg a Felvidékről a kiránduláson? Kassa Szlovákiának a második legnagyobb városa, sok magyarnak az lett a szülőhazája. Szlovák és a szovjet határ között lett egy éjszaka alatt egy határ. Mit láttam a Felvidéken? Sok várat és templomot. Második Rákóczi Ferenc szülőházát Borsiban, földvár, hegyek, szirénfalva és tájház. Sátorolja új helyen a határt. Mit adok át az élményemből? Milyen volt a szállás, ami Deregnyőn volt? Milyen helyeken jártunk, és milyen kalandokat éltünk át? Harcosok. Mit tudtam a Felvidékről kirándulás előtt? Régen Magyarország területéhez tartozott. Csehszlovák köztársasághoz tartozott. Határ átlépéshez személyigazolvány kellett használni. Mit tudtam meg a Felvidékről a kiránduláson? Sok történelmi személy született ott és halt meg. Rengeteg magyar ember élt Szlovákiába, akik magyarul beszélnek. Megismerkedhettünk régi magyar épületekkel, eseményekkel. Mit láttam Felvidéken? Tőketerebes, Pozsony, Kassa, Nagyszelmenc, Borsi, Kövesd, Bodrogszerdahely, Szirénfalva, Zselesz, Dobó-Ruszka, Zemplén. Mit adok át az élményemből? Minden olyan kedves élmény, amit soha nem fogok elfelejteni. Hatásalan harcosok. Magasan helyezkedik el. Régen Magyarország része volt, nehéz a földművelés. Mit tudtam meg a Felvidékről a kiránduláson? Még él a magyar kultúra, legtöbb épület régi, Kassa a második legnagyobb város Szlovákiában. Mit láttam a Felvidéken? Dobó sírja, Rákóczi sírját, Medvehagyma parkot, Rákóczi rodostói házát. Mit adok át az élményeimből? Információt, tájékozódást, sok történetet. Mit tudtam a Felvidékről a kirándulás előtt?
Magyarok is élnek ott, Magyarországtól északra található, Szlovákia része, a magas Tátra is ott található. Mit tudta meg a felvidékről a kiránduláson? Az Európai Unió tagja, második legnagyobb városa Kassa. Hallottunk történeteket a falvakról, legendákat, régi személyekről. Mit láttam a felvidéken? Határátkelő helyeket, falukat, láttuk Kassán a magyar konzulátust, Szent Erzsébet dómot, Miklós börtönt, Orbán tornyot, kápolnákat, nemzeti színházat, várakat, dombokat, leleszen a kolostort, községházát. Mit adok át az élményemből? Mindig jó volt a hangulat, finomak voltak az ételek, szép volt a táj, nagyon jól éreztük magunkat. Micsodái? Hadnagyai. Seregek közt kik vagytok, hadnagyok? Keresztény hívet az kik vallotok. Igyetek be, nyerni ha akartok, hallgassátok, ezt megtanuljátok. Most szeretnénk oklevelet átadni nektek azoknak a helyezéseknek megfelelően. A csapatoknak, a hetedik, Rákóczi utódai csapat. Ez nagy szükség, jó vitéz, hadnagyok, megtanulni, mint hadakózjatok. Példa néktök, profétáknak hadok, ha így jártok, Istenben áldozok. Álljatok meg, és mint hallgassatok, Atya, Fia, kik Istenben vagytok, csak Istenben idézünk, bízjatok, merő lészünk, fegyverzünk, bajsok. Számolója következik. Minden nap után láttok majd egy szöveges részt, és szeretném, hogyha velünk együtt énekelnétek. Ez egy kis meglepetés nektek is. Nekünk nem tudni még milyen meglepetés lesz, hogy fog sikerülni. Eláruljam a titkot? Nem kell, hanem csak minek a dallamára kell énekelni. Sütik már a rántott békát szívű dalnak a dallamára kell majd énekelni azt a szöveget, amit a kivetítő látok. És akkor először a 7. CD osztály előadóját és adói szeretnék. Elindultunk. Hát, nagyon izgultunk, hogy az elkövetkező 4 napban mi vár ránk, mert ugye nem tudtuk a programokat.
Aztán megérkeztünk, felosztottuk a gyerekeket csapatokba, ami eredményében a következő 4 napban azokban a csapatokban dolgoztunk tovább. Első nap Tőketelevesen jártunk, és láttuk a Televesi kastélyt, ami ugye tatárjárás után Tökeli Imre katonáit lerombolták. Csáki Imre a 18. században felépítette, aztán Andrássyék örökölték a kastélyt, kibővítették, de aztán 1914-ben Budapestre vitték a berendezést, és ebben a kastélyban voltak különböző kiállítások. Láthattuk Fordítsák József házsfafalagó munkáit. Ugye húsvét után érkeztünk, és így ilyen pályázatra csináltak hímes tojásokat, népviseleteket láthattunk, ami, hogy régen az emberek milyen viseletekben mentek el éppen templomba, vagy különböző ünnepségekre, vagy éppen a mindennapi élet munkáihoz milyen ruhákat viseltek. Aztán második... Aztán igen, hát egy élvezettel teli napot tölthettünk el a Nagyráskai tanyán, ahol rengeteg állattal találkoztunk, és volt szerencsénk lovagolni is Nagyráskán. Aztán Leleszen jártunk. A felső képen láthatjuk a 9. századi Szent Gotthárd kőhidat. Ezen a hídon átsétáltunk Lelesz felé, beszerettünk volna menni a Deregnél a kolostorba, de akkor éppen nem tudtunk, mert egy istentisztelet volt, amit nem szerettünk volna megzavarni. Aztán elindultunk a községház felé, ahol Lelesz polgármesterével beszélgethettünk, vagyis hát elmondta Lelesznek a történetét. Aztán visszafele bementünk végül is ebbe a kolostorba, és hát így rácsodálhattunk, hogy milyen szép belülről. Aztán elindultunk a Deregnél található szállásunkra, és így az első nap igazából ezzel telt el. A szálláson vacsorát kaptunk, ami szállás tulajdonképpen egy ilyen... Egy református szálláshely volt, ahol saját, vagyis hát ilyen házi ételeket ehettünk, amit éppen itthon is készített anya. Hát finom volt. Na és akkor, amiről beszéltünk tanárnényékkel, a meglepetés. A Zímezünk dallamára mindegyik napról készült néhány versszak az eseményekről, és akkor azt szeretnénk kérni tőletek, hogy látjátok a szöveget, tanárnénékkel együtt fogunk természetesen segíteni, és akkor énekeljük el az élményeinket, jó? Tehát Zimmermann Lili. Határtalanul pályáztunk, nyertünk úgy, hogy utazhattunk, készülés, izgalom, messze járt a nyugalom, sok-sok gyerekesét kapott, hetedik estént utazott felé, magyarok, túra sétaljátékok, hétfő reggel buszra vártunk, szüleinktől búcsúzkodtunk, csomagok, hátizsák, integet az ifjúság, kísérünk Attila bácsi, a sofőrünk ismét Jancsi, buszunk meg, Szkánia, csillog-villog oldala, csoportalanítás után megtudtuk a mai munkán csapatnév és címmel, tanári felkéréssel, Tokaj, Tisza és a Bodrog, a Szuszemből készült borok, Tutony és Mazsola, készülhet a borocska, a határon túljutottunk, szobák földön kalandoztunk, poska is, diákok, megnézzük a világot, Terevessel megérkeztünk, egy szép kastélyt megnézhettünk, traktor és csépnőgép, kiállítás
minden szép. A nagy barban sétálgattunk, medve hagymát falat, hoztunk rátunk a várfalat, amiből alig maradt. Nagy ráskára befutottunk, rögtön lovakat láthattunk, nyerekbe ugrottunk, pacikat simogattunk. Ráskai leáról tudjuk, hogy kódexet másolgatott, asszonyként olvasott. Akkor ez volt nagy dolog, leleszre mentünk ezután, megnéztük a kolos sorát, kis úra, vidd oda, örültünk, ez nem csoda. A kolostor nem járható, hiteles és megbízható levelek és könyvtár, ma már nem tudjuk, hol jár. A levéltár Egerbe ment, utána visszajöhetett, hágyúszár, makár lett, nem becsülték a helyet. Legenda szól Gertrudisról, negyedik dél a királyról, jobb keze, a szíve, no és az ő kézjegye. Községházára bementünk, csak álltunk és gyönyörködtünk, Makovec Imre volt, aki itt építész volt. Zúzott valahogy polgármester, ő mesélni nem is estel, barátság, kedvesség, jól esett ez mindenképp. De reggői szállásunkra beköltöztünk, nem volt hiba, vacsora, feladat, örülhet a kis csapat. Na, remélem, hogy sikerült feleleveníteni kicsit részletesebben az eseményeket, és akkor nézzük tovább. Liliék élménybe számolják. Igen. Aztán második napon, ugye a legfelső képet ott láthatjuk, hogy nagy szemben voltunk, és megnéztük a határt. Ugye egyik oldalon kis szelmenc, másik oldalon pedig nagy szelmenc, ami régen mind a kettő Magyarország volt. Aztán hirtelen szétszakították ezt a két részre. Aztán alatta láthatjuk, hogy Szélén falván is jártunk, ahol megnéztük a tájházat. Fölül, ja igen, ott láthatunk nagyon sok ott is a régi emberek használati tárgyait nézhetjük meg, szőlőgép, hogy ők hogyan szőttek például, vagy... Jaj, mik voltak még? Igen. Aztán felül Dobó Ruszka dobósírját nézhettük meg, meg hallgathattuk, hogy hogyan készült az épület, és hogyan építették. Aztán Király Helmecen voltunk, megnéztük a Csonkavárat, megrohamoztuk, ugye? Versenyt futottunk, hogy ki ér fel a leghamarabb. Igen. Ja, igen, kövessen a költségvár. Aztán Király Helmecen a Csonkavár, Bodrogszerdahelyen a Vécsei kastélyt, és Korozson is jártunk az emlékparkban. A gyerekek nem csak mindig mesélhetnek, voltak akkor. Mi volt ott, milyen mesél hallgatok Zsuzsanitől a határa? Egy lányos. Magyar? Egy lányos. De én csak annyit tudok. Hogy? Hát, hogy van, hogy van az ember? Segíts neki, Szilvi. Hát, hogy elszakították őket, mert tegnap kettészelték az országot, és pont a nagymamájánál volt a lány, és innentől kezdve a szülei haláláig. Hát ott kellett adni, és nem tudott beszélni, se, meg sem. Csak a határhoz mehettek ki, hogy egymással, de nem beszélgettek, hanem énekeltek, hogyha valami történt, valamilyen dalt, és akkor ebből tudták meg kis szelmencen, hogy mi történt nagy szelmencen. És ez a határ olyan volt, egy éjszak alatt húzták meg, és nem lehetett visszamenni a gyereknek a szüleihez. Második nap kell. Észrevedés és reggeli, mustár, hirsli és a kifli, lekvár is, műzlibár. Kiürült a telitár, Zsuzsa néni mesélt nekünk, mondákat meg ismerhettünk a barra. Vár ura, az ő lánya, hős kata, a
határon nem állhatunk ki szemenc, nagy szemenc, Magyarország nem lehet. Nagy szülőkhöz ment a lány, de másnap nem mehetett haza, könnyek is bánat vált, odébb tették a határt. Szirén fali tárház szoba, sok embernek az otthon a háború, és akna névtelen lett a porta, erős a ház éppen maradt, szoba gyűjteménye gazdag könyvülő, mágoró, búzsa és csért hadaró, Dohóruszkán Péter bácsi rengeteget tud mesélni, község és kápolna, Dohó István sírhalma, az új templom két hajós lett meglepő, de kényszer helyzet búcsú és szent kereszt, Isten dicsősége lett. Dohó István lakóháza, hitát régen a faluban keresték, a kriptát nem találták a csontját, 2006-ban újra ásatás folyt a templomban, csontokat találtak, nők voltak, nem férfiak, nem adták fel, újra kezdték, dobó hangba itt keresték, oltár is korhatva, meg lett az ő csonthalma, dobó és az ő családja, itt fekszik a szarkofágba felül a hegerben. Látható ma épségben, sok tudással gyarapodtunk, büszke szívvel távozhattunk szalagot, kötöttünk, utána elköszöntünk, sárga borsó volt elégre, virsli karika volt benne, médi és káposzta, bekerült a pocakba, Király Helmet, Bodrog központ, macska kövön jártunk mi ott a magyar korona, szimbolikus formája, a bának a pincéjében étterem lett már jó régen, ötletes megoldás, csodálás és ámulás, Kövesvárát elfoglaltuk, a legtöbben felrohantunk, Mátyás is a csáda, kocsmárosnak halála, Szerda, Helvécsei kastély, a feleség sokszor facér, Kossuth, tanító, a grófné szemre való. Visszamentünk a szállásra, ahol vártánk a vacsora, munka és feladat, kidolgoztuk magunkat. Harmadik napon elmentünk Kassára, ahol ugye Kassa a második legnagyobb városa a Szlovákiának, 1367-ben kapott címet, és szeles vidék, ugye nagyon sokan mondták, és ez úgy történt, hogy leülhettünk egy pajba, ahol azzal kezdtük, hogy egy feladatot végeztünk el csapatokban, meg ugye beszéltünk egy kicsit Kassáról, hogy mi történt itt, milyen nevezetes épületeket láthatunk majd később, és azzal kezdtük, hogy hogyan tudunk tájékozódni. Egy olyan feladatot kaptunk, hogy meg kellett keresnünk a megnevezett épületeket. Ugye kaphattunk segítséget az arra járó emberektől, ugye térképet használhattunk, tehát hogy legyünk leleményesek, hogy találjuk fel magunkat, és később erről kellett készítenünk térképet is. Aztán a magyar konzulátus, az Orbán tornyot és az Állami Színházat is. Aztán kaptunk utána egy kis szabad időt. Ugye Rákóczi szülőházában jártunk, ahol egy bácsi mondott el nekünk érdekes dolgokat, ami így különösen tetszett a társaságnak szerintem. Nagyon sok információt mondott el ugye a bácsi nekünk, látszott az, hogy ő imádja ezt a helyet, és beszélt folyamatosan, de nagyon sok mindent tudunk meg tőle.
jó, na, akkor lehet folytatni a dalolászást és az emlékek fölelevenítését még részletesen. Reggel nehezen ébredtünk, költöztünk és reggeliztünk szendvics és nápolyi. Ezt fogjuk ma megenni. Kassa felé ment a buszunk, sütött a nap, mosolyogtunk bárfal is. Fő utca, mindig fúj a szél rajta, a város fal alig látszik, Miklós börtönnél húzódik épület, keresés. Így az élet oly nesés, hol lehet a székes egyház, konzulátus és a színház börtön is. Nagy torony, fél óráig láthatom, Szent Erzsébet székes egyház, adóm lesz, az nem lehet más, kerestük, kérdeztük, aztán végre megleltük, Szent Mihálynak kápolnája, rózsa ablak, látszik rajta gótika. Észínek, tetszett ez mindenkinek, második Rákóczi sírja, lent van a dom pintájában szalaggal. Tiszteltük, himnusszal köszöntöttük, Rákóczi szobor is várt ránk, Rodos tóház udvaránál emléke, temetés, a történelem mesés. A hatalmat vezetés jó volt, mert a néni sokat tudott, felhívta. Figyelj meg, hogy a hazát szeressed, szabad program közben fagyi, és még néhány finom hami ajándék. Meglepi, ezt a család szereti. Borsi felé vettük utunk, a buszon lábat lógattunk, pihenés és szundi. Erőt kellett gyűjteni, Rákóczinak szülőhelyén, Pista bácsi intett felénk, megnéztük a kastélyt, hallgattunk sok-sok mesét, visszaértünk deregnyőre, vacsoráztunk egy-kettőre, sétavált, még barát, kedves lelkész erre vált, Dunyai Jékából fia, családjának legnagyobbja, földjeit műveltek. Jégverembe betette, a templomba bejutottunk, orgona szót hallgathattunk, orgona sípjai, Barassinak sorai. Esti csoport munka után cipőt pucoltunk, míg után fogkrémek, szendvicsek, jaj de csodás egy meleg. Akik tették, értik. Akik nem, azoknak majd elmesélik. Utolsó napon az Erdély János általános iskolában tanuló gyerekekkel ismerkedhettünk meg. Megnézhettük, hogy hogyan zajlanak a tanítási órák náluk, és nagyon sok minden mást tanulhattunk tőlük, meg megtudhattunk nagyon sok érdekes dolgot. Hát csoportokba szerveződtünk, és megnézhettük az óráikat, hogy náluk hogyan működnek a tanítási órák. Meg ugye előtte ők is műsort adtak nekünk, és mi is nekik. Hát én beültem egy szlovák órára, és egy kémia órára. Nagyon-nagyon sok, rengeteg érdekes dolgot hallhattunk. Például náluk nem az ötös a legjobb jegy, hanem az egyes. Meg ők nem 8. után ballagnak el, hanem csak 9. után. Aztán a testnevelésről, hát van pingpong labdára lehetőségük, aztán tollasozhatnak rengeteget, műfűves focipályájuk épült, meg megújult náluk is az iskola, mint nálunk, tehát megtudhattuk, hogy nagyon sok érdekes eseményeik vannak, mint nálunk, tehát szinte ugyanaz. Teljesen párhuzamban áll a két iskola. Aztán kapcsolatokat teremthettünk. Ugye fájós szívvel búcsúztunk el a gyerekektől, aztán reménykedünk, hogy újra láthattuk majd őket, mert ugye jó barátságok alakultak ki így közöttünk. Egy ilyen rövid idő alatt is, mert nagyon barátságosan fogadtak bennünket.
van, és akkor a negyedik nap eseményei, Dióhéjban. Ma reggel korán ébredtünk, iskolába igyekeztünk, műsorra készültünk, órákat megnézhettünk. Nagykaposi iskola volt, ahol várt minket egy csoport tanárok, diákok, kedvesen fogadtak ott. Bemutatkoztunk egymásnak, megnéztük az iskolákat, gimnastik, repúdik, magyar élek hallatszik. Rájöttünk, hogy hasonlítunk, azonosan gondolkodunk, órák és szünetek, nagyon jó volt veletek. Néptánének vers és próza, beültünk mi a padokba, szlovák nyelv, kémia, érdekes volt, nincs vita. Reméljük, még találkozunk Magyarországon, várhatunk titeket, gyerekek, meghívtunk benneteket. Érzékeny búcsút vettünk, mi tényleg jó volt együtt lenni, nagykapos, derecske, talán barát örökre. Deregnyőn még ebédeltünk, mindenkitől elköszöntünk, csomagok, pakolás, vár ránk az utazás. Szeretném földvár két emblommal, körbevéve sánchalommal, ez a szép terület, jégkorszaktól lakva lett. Földvár folyó, laborc vezér, jáva módon futott szegény folyónak, a neve a halálát hirdette. Könnyező fűzik az mese, nem pusztult ki bármi érte, bomba is, villámlás, győz az élni akarás. Külső erőnek győzte, de buta ember végzett vele tűzgyújtás. Szalonna, ezt a fa már nem bírta, amíg mi mind összefogunk, segítünk, és nem szép húzunk magyarok. Figyeljünk, hogy mindig nemzet legyünk, Magyarország felé tartva, kérdéseket válaszolva, cukorka és csoki, mert tudtuk, ki fog nyerni. Megérkeztünk Delecskére, örömkönnyekkel szemünkbe, apukák, anyukák, újra együtt a család. Tanulmányi kirándulás, határtalan, nem is vitás, emlékek, élmények, megjegyeztünk titeket. Na, reméljük, hogy így is van, hogy nagyon sok mindent megjegyeztetek, és sok-sok nagy reményben volt részletek, mert mi is nagyon igyekeztünk, meg ti is ügyesen dolgoztatok végig, úgyhogy reméljük, hogy sokat fogtok erről a kirándulásról még majd mesélni.